évekig mondta apám is, hogy meg megy a jó az mondtuk, tök jó, ebből ugye azért meg is lehetett élni, de hogy ennek vége lesz, és mi lesz utána? Hát most ugye vége van. <laughs> és ebből az egészből, ebből a 16 évből, vagy 15 évből most megmaradt a szinkron, meg megmaradt rengeteg emberi kapcsolat, de én megmondom, érettségem sincs. És most ott állok, mintha valaki kijön a nyolcadik osztályban is otthon beszélgetnek, hogy mi legyen az életed, de ha oh, merre az irányba induljál. De 26 vagyok hozzá, van egy családom, és tök jó fogok állni a lábamon, tényleg vannak munkáim, csak ez már egyáltalán nem az a biztos talaj. Tehát ez például a negatív, hogy biztosra veszi az ember, mert, mert nagyon nehéz belegondolni, mi lesz nélkül, mikor napról napra mész és csinál. Véleményvezérek. Véleményvezérek A műsorban elhangzó gondolatok vélemények, mert ez egy véleményműsor. Ezért hívjuk így véleményvezérek, vagyis Kembeszorel és Indián. 98.6 Manna FM élet öröm zeneben a véleményvezérek Kembe Szorellal és Galer Andrással. Itt van velem szemben Indi. Csá. Hello, hello, sziasztok! Na, az elmúlt héthez képest ugye megint itt vagyunk, ahogy azt megszokatták <laughs> már az emberkék. Na, és ugye mindig próbálunk olyan témákat hozni, amik nem csak minket érdekelnek, hanem feltételezzük azt, hogy mindenkit is érdekelhetnek, és az mai is ilyen. Igen, sőt egyre aktuálisabb. És a mai témánk az, hogy gyerekek a Rivalda fényben, ami most nem olyan egyszerű kérdés, mert nem feltétlenül mindig a televízióról, meg a színházról beszélgetünk, hanem ide úgy, hogy be tudjuk vonni a sportot is, sőt most az egész online tartalmat. Igen. Hogy ugye van a klasszikusban értelembe vett Rivalda fény, hogy gyerekszínészek, gyereksportolók meg belekerülnek a médiába, foglalkoznak velük, nap mint a Pest csinálják. Erre majd vissza fogunk tekinteni, hogy mi volt, mit több 10-20-30 éve, hogy működött ez, és hogy működik ez most, ha működik, jól vagy rosszul. Igen, és ráadásul nekem legalábbis, és most már magam nevében beszélek, de hogy én, én nem tartom egyáltalán jó ötletnek, hogyha túl korán de most azt mindjárt kiderül, mi a túl korán, de mondjuk Michael Jackson hat éves kora volt a színpadon át, lehet, hogy öt, neki nem biztos, hogy a jelen fejlődésére pozitívan hatott ez a rész. Na, de hogy nem, mi legyünk itt nagyon okosak, mi hívtunk ugye, mint ahogy ezt megszokhattátok, meg kedves hallgatók, vendégeket is. Itt van velünk Faludi Viktória, tanácsadó szakpszichológus, hello, köszönjük. Szia, És itt van velünk Timon Barnabás, színész Pszichosra. is. Jó, jó, jó jól mondom most, hogy színész vagy. Hát uh... színész, igen. Jó. Szereplő. <laughs> <Sztereplő>. <laughs> Na, hogy hogy miért titeket hívtunk meg, az mindjárt kiderül, mert a téma egyáltalán nem ez, hanem jó, hülyeskedek csak. Na, szóval azt szoktuk csinálni, hogy mindig föl a témánkat így bedobjuk így hirtelen, így a vendégeknek, és csak egy gyors reakciót rá, mert igazából gyerekek a Rivalda fényben, oké, ez nem egy felvetés, hanem ez egy tény, de hogy ez jó vagy rossz, Viki? Hű. Na, <laughs> nagyon gyorsan, aztán mindjárt boncogatjuk itt. Nagyon gyorsan mondom, szerintem nem jó. Az ideális riport. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. De te mondtál, kérted, hogy gyors legyen, és ez egy gyors tömör. Ezt mondta, válasz. Hogy ez volt a nyomasztás, és, hogy és gyors azt legyen. Na jó, hát akkor meg is volt a gyors válasz. És akkor Barna, mit gondolsz erről? Mert te neked azért, hogyha valaki nem ismerné azért a, a személyedet valamilyen okból kifolyólag, azért tehát viszonylag korán belecsöppentél a szereplésbe. Hát igen, sokan nem mentek a válaszommal, lehet jó is, lehet rossz is. Mm -hmm. wow. na. na. ez az. Igen, mert azt egyébként külön kéne választani, hogy mit jelent az, hogy a rival a fénybe lenni, mert ja. azt, hogy a banabás ugye gyerekkor óta színészkedik, te és én is jól ismerjük egymást, az nem jelenti hogy Rivalda fénybe élt. Most mi azt próbáljuk bontszolgatni az olyan mai valóságot, hogy Rivalda fénybe élünk, hogy csak ez köti le az embert, a gyereket, hogy mindenáron mindig valahol szerepelni akar. És ugye ezt még választjuk külön, hogy a gyerek akar, vagy a szülő akarja, hogy a gyereke akarjon. Igen, itt, ennyi, ennyi, pontba kéne szerintem most szétmenni. Ja, itt jön az, amikor tudod, hogy a szülőnek a meg nem valósult álmát a gyereken keresztül tolja valahogy, akár sportban, akár szereplési vágyban. De ez, e Szerintem azt tudjuk tiszta, hogy mi az, hogy ma mi a Rivalda fénybelevés. Nyilván, az, hogy nem jó, azt én is ki tudom fejteni, hogy jó is, meg nem is jó. Én azt gondolom, hogy akkor lesz ez jó, hogyha van egy védőburok és van egy megküzdés hozzá. Tehát, hogy csak úgy, hogyha egy gyerek, és, és, és azzal sem feltétlenül értek egyet, hogy ezt a gyerek akarja, ez általában nem a gyerek akarja, hanem az elején nyilván a szülő akarja. Ez, hogy most milyen eszközökkel érje el, hogy tényleg verbálisan. Ki mondja, hogy, hogy már pedig ezt kell csinálnod, vagy egyszerűen a megfelelésből adódik azért az nem mindegy, de ugye egy idő után már a, 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 szülői megfelelés az beépül, és akkor persze, hogy a gyerek fogja akarni, tehát hogy azért ez el kell különíteni. Én akkor tartom igazán jónak ezt a sportban is, meg bárhol is, hogyha olyan a környezet, ezt nyilván te jobban tudod majd elmesélni, hogy, hogy milyen egy ilyen környezet. Én, én konkrétan nyilván az élsportot ismerem jobban, én azt gondolom, hogy az nagyon-nagyon ártó is tud lenni. Pont erre akartam kétélni, hogy nem kell nagyon messzire menni, hogy Rivalda fény, de hogy a gyerekkori sport sem olyan egyszerű azt megélni, és abban mindig teljesíteni, főleg úgy, hogyha szintén nem a gyerek szeretné, vagy nem ő választotta, hanem valamilyen útomodon a szülő hatására bekerült abba a közegbe. Igen, de, de... nagyon eltávolodtunk, már Rivalda fényről beszélünk. De alapvetően a, a ugye még a sportolónak is előbb-utóbb az a cél, hogy Rivalda fénybe kerüljön, hogyha arról beszélünk, hogy annyira a, a arany, arany, motivált itt a, 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 magyar sport, nem is a sport általában, mert meg iszonyat biznisz lett már egyébként, hogy előbb-utóbb sztár lehet valaki, egy sztársportoló is lehet valaki. Érted, itt ért, meg egy Michael jordan -t. nincs olyan ember a világon, aki ne tudná kicsoda, és nyilván minden gyerek szeretne Michael Jordan lenni, tényleg, ez, hogy nem biztos, hogy megvan hozzá a megfelelő kvalitás de tényleg eltávolodtunk egy kicsit. Azért gondolok, hogy egy kicsit visszatereljük, akkor külön vesszük azt, hogy Michael Jackson olzenik akkor a reszkesetek betörő Kákinya, vagy, vagy Drew Barrymore, ugye a nagyvilágba, és akkor vannak nekünk a annó no gyerek a Geszti Péter, a, a Ulma Mónika, Csöregabi, nagyon sok mindenki, aki a mai napig is abból él, amit gyerekként elkezdett, és nem biztos, hogy ugyanazt élték át ugyanabban az időben itt Magyarországon, mint Amerikában. Erre mondta a Jackson, hogy hat éves kor ott, ott el egy barom erős nyomás alatt, na, mert ő biztos Rivalda fénybe volt. Az Ulma Monika Geszti Péter páros nem biztos, hogy a szószoros értelmében Rivalda fénybe volt. Na, de igen, Barna, régóta szólaltál meg, csak ugye kíváncsi, hogy <suk> nagyon így elgondolkodtál, <suk> hogy, hogy ne, ne, hogy éled meg azt, amit mi itt most mondunk. Mert azt mondjuk, hogy, hogy nem egészséges, hogyha túl korán kezd el valaki szerepelni, nem egészséges, hogyha túl korán kerül valaki ki nagy tömegek elé. Te meg nem tűnsz nem egészségesnek egyébként csak iránézésre, de hogy alapvetően te hogy éled meg? Nem. Itt a szakember meg is szak, azt még Egyrészt, nem tudjuk. De nem, hát nem gondolnám magamat olyan nagyon, nagyon egészségtelen Tehát nyilván, amiről beszéltetek az előbb, Magyarország az egy olyan közeg, ahol nincsenek olyan durva szélsőségek, hogyha világsztár lesz valaki, azt én például elképzelhetetlennek tartom, hogy gyerekként világsztár lett, és utána épp eszűen, normálisan végig tudjon élni egy élethez számomra, ez teljes mértékig elképzelhetetlen. Itt Magyarországon azért meg lehet találni azt a, azt a módját, ami, ami nem okoz károkat, be, meggyógyíthatatlan károkat, szerintem, legalábbis nekem nem okozott. Nyilván tudnék mondani olyan dolgokat, amik Amik miatt az életem olyan útra ment, amit lehet, hogy másképp csinálnék, viszont rengeteg pozitív dolgot is hozott magával, kapcsolatokat, olyan embereket, akikkel együtt dolgozhattam én is, vagy, vagy a magában az életben, az önállóságomban is sokat adott hozzám. De azért nincs ez a világsztár szindróma itt Magyarországon. Főleg, ugye én a jobb lettem kifejezetten ismertebb, de attól sem lettem én sztár. Az pont annak a mesdéje, hogy megyek valahol, általában felismernek, de egyáltalán nem tettem olyan rengeteg mindent, vagy nem volt olyan rengeteg nagy dolog, amitől én tényleg sztár lettem volna. Tehát, hogy valahogy ez a kettősség van az én esetemben. Tehát, uh -huh. hogy az én esetemben egyáltalán nem volt arról szó, hogy a szülőnek volt egy vágya, a szüleimnek is akkor mindenféleképpen ö, velem akarták azt megvalósítatni. A testvéreim ő, indultak el ezen a pályán abban a színiskolában, hova én is mentem, majdnem az összes testvérem járt oda, és nekem sem volt ez kifejezett vágyam, a szüleimnek sem volt ez kifejezett vágya, hogy én ezt csináljam. Ez így alakult. Uh -huh. És bekerültem abba a színiskolába, és aztán elindult egy út, ami igazából mostanáig tart. És hanyan a családból testvérek, hanyan maradtak a pályán? Hát a pályán igazából már senki senki nincsen. Dolgoztak kamera előtt, kamera mögött, mindenki egy kicsit, de valahogy mindenki megtalálta az útját, és egyiküknek sem lett ez. Véleményvezérek, vagyis Kembe Sorel és Indián. Hallgasd a 98.6 Manna fm -et. Budapesten is környékén teker a 98.6-ra, vagy hallgasd online a mannafm.hu oldalon. Manna FM. Örömre hangol tényleg nem lehet kerekperec azt mondani, hogy valami jó vagy nem jó. Én azért mégis azt gondolom, hogy ez, ahogy az előbb is mondtam, hogy ez egy érettség kell, de hogy, hogy az, hogy melyik gyereknél ez mikor jön el, és hogy igen, hogy az is kérdés, hogy ez a rivalda fény, ez mekkora, azért egy csomó minden kérdés van ebben, ami így meghatározhatja azt, hogy tényleg jó-e, vagy tényleg nem jó-e, de hogy alapvetően én tényleg azt, azt gondolom, hogy így egy gyereknek kicsit jó, ha gyerek. Ezt nyilván a, a Hát, tehát keresen többet, hogy mint a szülei hat hogy évesen. igen, szóval, hogy, hogy ne legyen egy ilyen munkája, mert hogy nyilván egy idő után az lesz, hogy ez már nem csak a kedvtelés, hanem van benne valami hajtóerő hát ezek is. Mindenképp kemény munkák, tehát hát akár igen. a sport, akár a színészet, Abszolút, tehát, is hogy főleg ez gyerekként. egy borzasztó nagy teljesítmény, és hogy ott a teljesítményel nyilván együtt fog járni egy teljesítmény szorongás is, az, hogy aztán ott van a hajtóerő, nyilván neked is ott volt, hogy, hogy egyre jó legyél, mert ebből aztán később meg kell élni, tehát hogy ez egy csomó minden olyan nyomás, amit meg azt gondolom, hogy nem jó ezt mondjuk 6-7-8 éves kor alatt, aztán még följebb is tudok menni, tehát hogy én azt gondolom. Főleg intenzíven gondolom. Intenzíven mert, hogy egyszer, nem egyszer és valaki, melekóstól, az nem biztos, hogy... Őd Igen, rossz. és akkor már rögtön, látom, hogy mondjuk egységes valami? Tehát, hogy, hogy itt azért az is kérdés, hogy milyen a környezet. Én ugye kevésbé ismerem a színészi vagy a művészi környezetet, bár van egy-két előadó művészem, de ők már nagyok. Én a sportolókat ismerem, ez egy nagyon-nagyon autoritár, egy nagyon-nagyon szabály követő egy borzasztó ilyen kényszeres uh, szociális tér, ahonnan azért nagyon nehéz kilátni. Én meg azt gondolom, hogy egy gyereknek nagyon fontos, hogy mindenhova kilásson a világba, és hogy ne csak egy ilyen burokban nőjen föl, Há, mint de az a is ilyen. Hát ilyen, <laughs> Nem, ilyen, ilyen mondom, hogy kevésbé ismerem uh -huh. azt a területet, abban te vagy nagyon erős. Hogy hát tudod mondani, hogy milyen, talán ott egy kicsit, az, az talán jobban félig áteresztő, mint egy sport. Hát én se látok bele magába a sportban, meg a sportvilágában, hogy mondjuk egy, egy, gyereknek mit kell végigcsinálnia. Én azt tudom, hogy abban a dologban biztos különbözik a két dolog, hogy a sportban az a, a, teljesítmény, kényszer, meg az a stressz, ami van, amellett ott van az, hogy mondjuk a gyerek levezeti az energiáit. Nyilván többször annyit, mint amennyi van neki, vagy nem tudom. Lehet, hogy annál sokkal többet, mint amennyi egészséges lenne. A színészetben például Inkább azt mondanám, hogy az ellenkezője van. Én a szinkronról tudok, bár a színházban találkoztunk, színházban is játszottam sokat, de hogy a szinkron volt, ami onnantól egész mostanáig mindig állandó volt, az úgy néz ki, hogy ugyanez a stressz megvan. Akkor abban az időben mi nagy színészekkel öten hatanáltunk mikrofon előtt, én kisgyerekként, tehát nem úgy, mint most, hogy egyesével nagyon komoly emberekkel kellett együtt dolgozni, nyilván érezted, hogy miatt adál meg a forgatás, mert, mert nem vagy Mél a, a tempóban menni. Hát nagyon kemény stressz, tényleg, és ez kőkemény munka, és minden mellett egy helyben állsz egy mikrofon előtt, és az a, az a gyermeki izgés, mozgás, meg hát az energia, amit le kéne vezetni, az nincs meg. Tehát órákig állsz. Hm. És mész a következő helyre busszal, és ott is állsz, és a szabadidődben meg ugye tanulni kéne. Ami ugye szinkronban senki nem kérdezi meg, hogy a színházban, hogy milyen az átlagod, de a sportban azért úgy tudom, hogy egy bizonyos átlag alatt azért nem nagyon csinálhatsz akármit. Színházban ez senkit nem érdekel. Dennis te, Rodman hogy is világsztár lett, azt nem tudom, neki van bármilyen iskolája. Te, hát az... jó, de az jó, nem, jó biztos, hogy, nem biztos, hogy jó. Igen, ja, nem tudom, én azt látom, meg sajnos így olvasjuk mostanában hogy a híreket, hogy a sporthoz visszatérünk, hogy kisgyerekkorban olyan jellegű teljesítménykényszert rak rá a gyerekekre, és olyan hát pedagógiának nem nevezhető módszerekkel kényszerítik arra, hogy csinálják a dolgokat, ami, ami, ami azért furcsává tesz az ő gyerekkorukat szerintem is rányomja. Hát szerintem bélyéged. meghatároz az egész életükre. Az, az egész életükre. életükre, így van. Hát meg ugye nagyjából nincs szabadidő, de ugye ezt te is mondod, hogy hogy, hogy ugye a színházban is bármennyire élvezed, vagy ott, ott jön ez a stressz gombóc, amivel meg kéne küzdened a szabadidőbe, de egy sportolónak, ezt te is tudod nagyon jól, nagyjából nincsen semmi szabadideje, tehát semmi. Hm. Vagy verseny van hétvégén, vagy... Vagy edzés. De mi a Egy egyébként tapasztalat, hogy, hogy ha majd vannak neked pácienseid, nem tudom, hogy kik, hívjuk így igyeget, igen. Jó, hogy, hogy azok az általában azért sportolók, vagy magánemberek is. Tehát így Vegyes. Vegyes. Tehát, hogy a felás sportolók. Na, tehát, hogyha sportolók, akkor van rálátásod arra, hogy miért járnak hozzád ők. Nyilván. Hát az a persze. <laughs> És miért járnak hozzád ők? Hát pont azért, ami a szakterületem, a teljesítmény szorongás. Tehát, hogy van egy olyan borzasztó nagy teher rajtuk, amivel nem tudnak mit kezdeni. És ugye én azt gondolom, hogy egy gyerek pláne nem tud mit kezdeni vele. Tehát, hogy, hogy ott annyi uh, eszköztelenség van még, hogy uh, én mondjuk örülök, hogyha ha kicsiként érkezik egy sportoló, általában sokkal könnyebb, mert hogy fel lehet rá készülni, hogy, hogy legyen valami vért az ellen, hogy, hogy milyen lesz ez az élet. Tehát ma megelőzés megint az utókezelés Abszolj, helyett. Tehát hogy már megint a prevencióról beszélünk, és nyilván a pszichológus azért is van, hogy legyen ennek valami preventív jellege. Ugye a külföldi gyerek, világsztárok, akár hogy szépítjük, tízből kilenc valahogy nem szép utat hát, futott be. Nem a sikerre értem hanem belül emberileg, mert sikerüleg biztos, hogy jó utat futott be, de emberileg nem biztos. Itthon, amit mi is, meg te is mondtál, hogy itthon azért nincs ennyire rá nyomva a szárság a gyerekszínészekre, és a régi kor gyerekszínészei ugye mai napig ezen a periférián élnek, dolgoznak, te is ugyanebbe vagy. Viszont mi van a mai fiatalokkal, főleg így a Rivalda fénybe, hogy ugye amióta mennek ezek az különböző platformok, a Facebook, az Insta, a TikTok, és öt perc alatt valakiből egy szobába sztár lesz, és, és el is hiszi. És hogy ebből hogy lehet kijönni, ezt hogy lehet földolgozni egy gyereknek? Na, igen. Föl tudja-e? Hát, tudja-e, te... hogy miben van? Na, ez, ez a kérdés itt, igen, a jelenfejlődés, tehát mindegy, én nem akarok nagyon itt pszichologizálni, mert én nem is vagyok, az van nekünk itt most egy szakemberünk erre, de hogy ezt én nem tudom elképzelni, hogy hogy ha jó ez a fiatal korban, vagy gyermekkorban kirakjuk a gyereket, akkor miért jó? Ha a rossz, azt inkább el tudom képzelni, miért rossz, de van benne valami jó ebben az ügyben. Tehát azért, hát most ha, ha valami, bocsánat. Nem csak, hogy kirakjuk a gyereket, vagy hogy ő magát, mert az sem mindegy, hogy melyik Kirakjuk, mert, mert nyilván te... mi a, az is elhangzott, hogy a szülők nyomják leginkább, és aztán lehet, hogy a gyerekre is ráragad ez az akarat. Hát persze, de ugye ott a szülő, aki engedi, szóval azért ebben mindig van egy ilyen kettősség, nem? Hogy persze, hogy gyerek akarja, de hogy azért annak lehet kereteket szabni akkor is, hogyha ha a gyerek akarja. Szóval én, én, nem tudom, hogy, hogy nagyon fura nekem ez a világ, nyilván ismerkedem vele, és a hozzám járó gyerekek, vagy, vagy kamaszok, nagyon sok mindent mesélnek erről. Én nem látom benne a jót, tehát, hogy még nem tudom felfedezni, hogy mi a jó abban, hogy valaki insta-sztár lesz, nem értem a, a TikTok-sztárokat, se ezek ilyen, amúgy is ilyen tiszta virág pár perces rivalda fényekről beszélünk, mert ugye ott kell maradni valahogy. Tehát, Viszont hogy ez nagyon nagy osztó... ereje van. Nagyon nagy ereje van. És azért látjuk, van? hogy csomóan, akik így beállnak a sorba, és elkezdek követni, hogy csomó baleset történt, csomó öngyilkosság történik egy a világban szóval ebből mi... kifolyólag. Igen, Tehát életen... ez egy ugyanolyan rivalda fény ma. Igen, abszolút egyetértek, tehát hogy én tényleg nem látom ebben a, a jót, akkor látnám ebben a jót, hogyha erre lenne valami pszichés felkészülés, vagy valami olyan háttér, ami, ami tényleg megtartja. Tehát, hogy, hogy oké, okay, jó, ez nem jött be, akkor tud váltani, de hogy általában nem ez történik. Tehát, hogy ezt látjuk külföldön is, meg bárhol, hogy akár ezek az öngyilkosságok, akár bármilyen extrém pszichés reakció, azért ez elég jellemző. Véleményvezérek, vagyis Kembe el és Indián. Van-e valami jó, hogy kitoljuk a gyerekeket a, a nem tudom, a, a tényleg a rivoldába, akár legyen az a social media, akár legyen az, nem tudom, e-sport felé irányítás. Nekünk van egy ismerősünk, akinek a kisfia, tolták-tolták -tolták a, a tornát, szertornázott, és aztán szét is ment a, azért, a sarka, vagy nem tudom, mi baj lett. Szóval... És utána a kisrác mondta, hogy én ezt nem szeretném tovább csinálni. Igen. És ott... Viszont le is vették. Tehát ott legalább volt egy jó, döntés, nem volt az, az akaratos társ, hogy de majd jobb lesz, meg majd ügyesebb leszel, meg majd ez lesz. Igen, ott és legalább levették. És alapvetően nekem tényleg nem is azzal van a baj, hogy, hogy nagyon fiatalon kiraknak valakit valamilyen helyzetbe, hanem az, hogy azzal, hogy senki nincs felkészítve, amit mondtál prevenció, de hogy ez miért lehetséges? Ez egy tök jó piaci rés. Jó, aki világsztár akar lenni, vagy nem tudom, insta-sztár, <hül> annak majd mindjárt elmondom a szüleinek, hogy mire kell figyelni, mit, tett, érted, de általában valaki <hül> ott beteg. Tehát ebben a helyzetben, aki ezt akarja. Hát igen, én jelent. mondom, hogy leginkább a sportolóknál van ilyen élményem. A, akik hozzám járnak, ugye ez egy ilyen viszonylag kötelező eleme a foglalkozásoknak, hogy én addig-addig próbálom őket formálni abba az irányba, hogy valami másik lábuk is legyen. Tehát, hogy amikor, ha a sport az így kifújt, akkor, akkor legyen valami, amiben lehessen kapaszkodni. És én azt gondolom, egy gyerekről ugyanezt gondolom, hogy minél több lába van, tehát hogy minél több olyan segítő kéz van, meg, meg, az ő tudása, meg az ő tapasztalata, annál jobban fog helytállni egy bármilyen helyzetben, tehát én a sportolásról is ugyanezt gondolom, annak vége van valamikor. Meginkább a fiatal felnőtt korban, de nyilván kivéve egy-két sportágat, de hogy, hogy nyilván a színészet az egy picit más. Hát igen, van is, hogy igen. igen, de hát hogy ott is pláne ezekkel az ilyen pillanatnyi társágokkal az lehet a baj, hogy, hogyha ott nincs más, ami megtartsa, és akkor persze, hogy ezek jönnek, hogy drog, alkohol, És a többi, igen. stb. Anna te mikor kezdted, mikor volt a legelső bármilyen megmozdulásod a színművészet iránt? Hát a, hát a színiskolában szerepeltem már egy darabban ott, de hogy ami azon kívül az a Pán Péter volt. Abba, a, igen, ezt a hallgatónak jön, mi abban szóval. együtt dolgoztunk, én úgy ismertelek meg, mint gyerek szín, és sőt, én szóval utána még hívtál a klippekbe egyébként. és igen. mennyi, mikor volt az első mondjuk hullám vagy törés, hogy jó, most most már egy picit elég ebből. Meg gondolom, szeretted, imádtad, azért csináltad. Hát szeretem nem biztos volt egy előbb-utóbb valami. Hát több volt, most nem tudom elmondani, hogy mikor, uh -huh. mert nem emlékszem ezekre pontosan, ez tényleg egy hullám, sokszor érzi azt az ember, vagy azért, mert elfáradt gyerekként, vagy azért, mert nem érezte magát tökéletesnek, és akkor úgy gondolja, hogy nekem ez eddig tartott. A jó barozont is abba akartam már hagyni, mert úgy éreztem, pont a, a másik láb miatt úgy éreztem, hogy tudom, hogy ennek egyszer vége lesz. Nyilván nem olyan, élesen, mint a sportnak valamikor, hogy már tényleg nincs tovább, azt kiszámíthatatlan előre, hogy milyen munkák jönnek majd szembe. Én ugye ezt tanulni soha nem akartam, tehát ezt semmiképpen nem akartam erre így ráállni, hogy akkor én színész legyek. Én úsztam az zárral és élveztem, hogy mindig jön valami, de úgy éreztem, hogy amíg ebben benne vagyok, és és folyamatosan dolgozom, addig nem vagyok rákényszerítve arra, hogy kialakítsam azt, hogy mi lesz ezután. És, és, és... most tartasz ebbe? Hát most ott tartok, megmondom őszintén, hogy hogy évekig mondta apám is, hogy meg megy a az barozban, tök jó, ebből ugye azért meg is lehetett élni, de hogy ennek vége lesz, is mi lesz utána? És mindig gondoltam rá, hogy mi lesz utána, hát most ugye vége van. <laughs> és ebből az egészből, ebből a 16 évből, vagy 15 évből most megmaradt a szinkron, meg megmaradt rengeteg emberi kapcsolat, de ö, én megmondom, érettségem sincs. És most ott állok, mintha valaki kijön a nyolcadik osztályba, és otthon beszélgetnek, hogy mi legyen az életed. De ha az irányba induljál, mit akarsz tanulni, és de 26 vagyok hozzá, van egy családom, és tök hogy meg fogok állni a lábamon, tényleg vannak munkáim, csak ez már egyáltalán nem az a biztos talaj. Tehát ez például a negatív, hogy biztosra veszi az ember, mert mert nagyon nehéz belegondolni, mi lesz nélkül, amikor napról napra mész és mm -hmm. Azért érdekes, mert ugye mert hogyha egy picit az ember energiát szán mondjuk erre a részére, és te egy kicsi korptól elkezdi, akkor gyakorlatilag a, a színészi paletta vé, végtelenségét meg tudja élni, meg gyerekszínész, aztán most lett egy jó jóképű szakállas ember belőle, és akkor ahogy idősödik, akkor már, már egy sármosabb karakter, tehát így mindig vannak olyan karakterek, hogyha mondjuk adott esetben szán rá az ember időt, tehát hogyha meg nem, meg energiát, akkor az nyilván egy másik ügy. Viszont arra térjünk egy gyorsan vissza, hogy, hogy pszichológiai terminológia szerint milyen jellemfejlődésen megy keresztül, az mondjuk például egy Kölkin, vagy Kalkin, vagy hogy hívják, aki a, a, mi az reszkesetek betörőknek a világon minden televízióban sugárzott, meg moziban sugárzott szereplője volt, négy és fél hónaposan kb. és aztán, tehát, tehát mint ment a, a kis csávó keresztül? Az a kérdés. Én csak találgatni tudok, mert hogy nincs rá ugye uh -huh. egy ilyen receptkönyv, vagy egy ilyen sorskönyv, hogy mi lehet nyilván. Találgatni tudunk, hogy ez egy pont-pont a stressz, pont a teljesítmény, szorongás, pont az, amiben ő beleroppalhatott, és hogy akkor annak lett egy ilyen iránya, ami nem egy olyan jól hangzó karrier, de azért mondjuk egy mentális fejlődés szempontjából egyáltalán nem hangzik jól ez a karrier. Uh -huh. Tehát, hogy hogy ne, nem tudom, hogy mi történhet, annyi minden történhet, és igazán, amit az előbb mondtam, ez a másik láb, ez elsősorban nem feltétlenül egy másik szakma, hanem ez a mentális láb, amire én szoktam gondolni, a, a, tehát nyilván ez a szakmám, hogy, hogy így az a, az a megküzdési képesség, tényleg nem tudom máshogy mondani, hogy így, hogy így a világ dolgaival ellenálló lesz, hogy lesz egy pszichológiai immunrendszere, és hogyha ez van, akkor remélhetőleg nem ez lesz a sztárokkal. Véleményvezérek, vagyis Kembe Szorel és Indián Hallgasd a 98.6 Manna fm -et. Budapesten is környékén tekerj a 98.6-ra, vagy hallgassd online a mannafm.hu oldalon. Manna FM. Örömre hangol. Én azt mondom, hogy a szülői felelősség ebben a kérdéskörben Szerintem, de, szerintem sokkal súlyosabb többet, többet mint az, hogy a gyerek. mert most nem tudom, emlékeztek el rá, hogy ugye volt a, a, Michael Jacksonnak ez a abúzus, gyermekabuzálásos története, de én meg azt láttam ebben túl azon, hogy ugye hat éves kor óta színpadon állt, tehát kb. az az, az egész gyerekkora kiesett, mert ugye egy, egy lett már nyolc hát. éves korára, de hogy azok a szülők, akik oda engedik egy, Ilyen helyzetben a gyerekeket egy vadidegen férfi az igazából, mert lehet, hogy az újságokban még mindenhonnan ismerték őt. Ezekkel mi a... Mi a de nekik van bajuk azért. Nem tudom, jól látom, rosszul látom? Tehát minden áron, Ugyanúgy a csodát látták a Jackson, és azt gondolták, hogy az ő gyerekeik majd a Jacksonon keresztül szintén ismertek lesznek, lett, volt, aki ismert is lett, ugye ez a koreográfus srác, azok is emiatt lett ismert, csak hát ott a többiről nem hát a fám, hogy ott mi fog még történni. Na, de hogy, tehát ilyen szinten a szülői felelősség azért, azért ez egy erőteljes ügy. Tehát ugyanaz, mint hogy tartalomgyártó lesz egy 8 éves gyerekből a YouTube-ra, ugyanolyan problémákat vet fel, hogy miért engedik meg, de miért engedik meg? Hát ugye, a, igen, amikor mondtad, akkor elgondolkoztam egyszer, hogy mennyire mondhatom ezt ki, de nyilván ez a közeg azért egy kicsit vonza a pszichopátiás viselkedésmódot, és nem azt mondom, hogy feltétlenül a pszichopaták, hanem hogy ennek van egy viselkedés mintája. Már a szülőknek is. De az mi, hát mi az a viselkedés? Hogy az, mi az pszichopátiás viselkedés? Hát a pszichopátiás személyiség zavart jelent, tehát hogy valami ott egy kicsit elcsúszott, valami nem olyan kerek, és hogy a, a, már a családban nem olyan kerek. Tehát a szülőknél persze, nem olyan kerek. Abszolút, hát ezt mondom, hogy ez egy ilyen pszichopátiás uh -huh. családmodell egy kicsit. Most nyilván nem fogok bélyegezni mindenkit arra, hogy megbélyegezni, hogy pszichopata vagy egy ilyen náciztikus pszichopata van csak a reflektorfényben, de azért a, a többsége megtalálható. Vannak bizonyos szakmák, amik vonzák ezeket a, az ilyen bizonyos személyiség szerkezettel bíró embereket. De diplomatikusan. De hogy hát így nyilván ehhez kell egy jó nagy adag exhibicionizmus, és aztán ahogy ugye fejlődne szépen hagyományosan a, a személyiség, itt azért nem tud tehát, hogy mégiscsak valahogy valamilyen ilyen hajtások jönnek rajta, amit megerősödnek, és akkor ez már rég nem a normalitás. Tehát, hogy az, amit mi azt mondjuk, hogy a gauss görbe közepe, azt gondolom, hogy itt a két szélsőség felé fog valahogy elmozdulni a személyiség. Nyilván a környezet hatására, tehát, hogy azért nem gondolom, hogy a reflektorfényben olyan nagyon sok figyelem vetül egy gyerekszínészre, és nem feltétlenül azt mondom, hogy minden környezetben, de hogy, hogy alapvetően tényleg azt gondolom, hogy ott nincs figyelem tulajdonképpen abban a pillanatban van figyelem, amikor éppen szerepel, Jö. de hogy ebben egy védőburok legyen, azt nem gondolom, de Jö. cáfoly. Cáfoly, Barna, <laughs> Megmondom őszintén, hogy én most azon gondolkodtam, hogy te arra gondolsz, akik, akik meg, hogy önmagukat helyezik ebbe a, a reflektorfilmbe vagy, hogy a szülők. Én, a... én ezt nem tudom már elválasztani. Én nem lett idő, el. Aha. Lehet. Hát ugye, ha gyerekként akarsz szerepelni, az tök jó, de én vagyok a anyukád, és azt mondom neked, hogy persze mennyit csináld mindenféle határ nélkül, akkor én is épp olyan hibás vagyok benne, és úgy támogatlak ebbe téged. Hát azért. Igen, de... a gyerek még nem tudja a határait. Igen, a gyerek még nem, igen, nem tudja, igen. hogy met, met mutatni, Meddig hogy egészséges hogy ez. Igen, meg hogy mit. mit de ez a sportba vagy. is, meg mindenben. Abszolút így van. Hát ugye elkezdtem, én ezt szerettem csinálni a szinkront a Vígszínházból nagyjából rögtön jött is a szinkron, és az első perctől kezdve körülbelül úgy nézett ki, hogy én végeztem az iskolában és már busszal, vonattal, a saját, saját kútfőm után mentem dolgozni, és estig aztán az iskola helyett kezdtem, mert ugye ez nagyon gyorsan beindult, nagyon-nagyon gyorsan jöttek a munkák, és, és hát én élveztem, szerettem csinálni. Egyrésztről mondhatom azt, hogy tök jó, hogy anyukám nem gátolt benne, mert hogy csinálhattam. Másrésztről azt gondolom, hogy hogy nagyon sok mindenben le kellett volna ezt korlátozni. Én is nagyon sok olyan gyerek kollégámat látok, aki egyrésztről tökéletesen tudott tanulni minden mellett a munka, mellett, ez a rengeteg munka mellett, és tök jól végig csinált az iskolát, és így szerintem rendben van. Ő is rendben volt. Annyit csinált, amennyi belefért az de életébe. De nem nem rendben lévő embernek. Megvan okay. a pszichológiai immunrendszeret, hogy ilyen van, Tehát az, amit mondom, én úgy gondolom, ez a kivétés, hogy, az hogy, ebből a, a világból, a hogy ebből a világból én, én ki tudtam így szipajozni magamnak, az, az én nagyon-nagyon sok embert meg tudtam figyelni, nagyon sokféle embert meg tudtam figyelni, nagyon sok emberrel tudtam beszélgetni, felnőttekkel, rengetegkel, de gyerekekkel senkivel. Tehát, hogyha nekem lett volna is szabadidőm, mint mondjuk a sportolónak ugye nincs, de nekem volt, akkor nem tudtam kivel menni hova, mert nem, tehát nem alakult ki, nem jártam iskolában, nem voltak barátaim. Üh, ilyen szempontból, amit az előbb mondtam, hogy kimarad a gyerekkor, az kimarad. És olyan károk jönnek utána belőle, hogy mondjuk a gyerekes viselkedés, amit gyerekként az ember, és akkor az még úgy helyén való, uh -huh. hirtelen felnőtt lesz, és mondjuk most családapaként viselkedek gyerekesen, akkor már nincs ennyire helyén. Mert ugye az kimarad, nem tudom, hogy ez tényleg így van-e, hogy amíg ti nem élsz ki gyerekként, az, azt utána visszed magaddal, és valamikor ki fogod élni, csak 26 évesen kicsit cikibb hisztizni, mint 13 évesen. Hát igen, vagy vidámparkot építeni magadnak ott. nem egészen erre, mondjuk legúzni szeretek, de nem egészen erre gondoltam. Érted, hogy mire, mire Én gondolok. abszolút értem, és ugye amikor az előbb mondtam ezt a pszichopátiás viselkedés mintát, vagy érzelmi mintát, ők azért borzasztóan sajnálatra méltók, tehát hogy ez lesz egy ilyen nagyon üres valami, ami neked nincs, remélem, de hogy, hogy ugye ami Aminek következtében aztán kialakul mindenféle extrimitás, tehát, hogy, hogy Szerintem ki, a kalkin pont ez alakult ki. Ja, igen, hát erre meg próbálok szem, célozni. Meg, hogy meg neki igen. azt hiszem ez későbbi riportokba elő is jött. Igen, tehát hogy ez egy iszonyú, vagy bármelyik filmet megnézzük, akár a Queen filmet is, tehát hogy az az elmagányosodás, vagy hogy ez a nagyon-nagyon igen, az a nagyon egyedül lét magányérzés, ami mondjuk pont abból fakad, hogy nem tanulja meg a gyerek azt, hogy hogy kell kapcsolódni érzelmileg egy egy környezethez, abból aztán bajok lehetnek. Nyilván nálam olyan szinten, mint mondjuk a a Mekali vagy egy világsztárnál, Ö, ez nincs annyira jelen, nem is tud Persze. olyan nagyon jelen De lenni, mondjuk, mert tényleg egy átlagos. Vagy. De nem, egyáltalán nem, hanem, hogy valamilyen szinten az üresség az jelen van. Az, hogy utána mondjuk azt tudtam kezelni, vagy nem volt olyan súlyos, hogy én ebbe belerokkannyak, és tudok boldogan, meg jól élni, meg tudok tovább menni az életbe, de ha visszagondolok, nyilván az ember idővel tud visszagondolni és rájönni dolgokra, biztos vagyok benne, hogy hogy nagyon sokszor ö, éreztem azt, és, és van is belőle bajom, hogy, hogy nagyon sokszor nagyon üres volt ez az egész, annak ellenére, hogy 120 emberrel találkoztam minden nap. Mm -hmm. Hát igen, de ezek ugye ilyen pillanatok? Felszínes, felszínes, hát felszínes Gyerek is felnőtt, persze tud jobban lenni, de az felszínes, felszínes tehát ez tök más. És ugye egyáltalán, ami a legfontosabb szerintem szülőként is, tehát ugye a munkahelyen ilyen nincsen, hogy ha ott egy gyerek, akkor az egy nagyon más közeg. Akkor nem úgy viselkedünk, mint amikor mi vagyunk együtt felnőttek, hanem ott egy gyerek, és nagyon súlyosan oda kell arra figyelni, hogy ő egy gyerek. Ja. Hú, gyerekek, na, ilyenkor sajnálom azt, hogy, 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 nem még egy óránk van beszélgetni, mert most végigbeszéltük ezt a négy blokkot, ami, ami a műsoridőnk, és úgy, sajnos ennek megint, hát egy vége. Vége van, de az a kérdés, hogy utoljára gyorsan, hogy szorult-e belétek valami mondani való még, ami ezzel kapcsolatos, és nem hangzott el. Akár. Vagy nem kérdeztük. Vagy nektem. nem kérdeztük meg amatőr módon. <tő> <tő> <Hű. tő> Nyilván órákig lehetne erről még beszélgetni. De nem. De nem. nem jó. Barna, neked? Hát nagyon oda kell figyelni. Tehát lehet ezt csinálni, és hogyha valakinek a gyereke szeretné ezt csinálni, akkor lehet csinálni. Első az iskola. Nincs mese, tehát az az első, és akkor ott kell lenni a fenekében, és minden mozdulatát figyelni. Lehet, hogy idegesít, és lehet, hogy rosszabb, de nem szabad, hogy kimaradjon a gyerekkor. Ez biztos. Na hát ez egy nagyon jó végszó. Na, főleg tőled. Főleg tőled, így van. És igen, szóval nekem meg nem marad más hátra, mint az, hogy megköszönjük azt, hogy itt voltatok. Itt volt velünk Faludi Viktória tanácsadó szakpszichológus. Köszönjük, hogy elfogadtad, és most még beszélem, amíg iszol. Igen, és köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. És itt volt velünk Timon Barnabás is színész. Köszönjük, Barna, hogy eljöttél. Én is köszönöm. És a hallgatóknak. Ja, hogy igen, köszönjük te. És a hallgatóknak pedig annyit mondani, hogy jövő héten megint csak találkozunk pénteken este hatkor, ugyanúgy. Így van. Addig. Sziasztok! Véleményvezérek, vagyis Kembe el és Indián. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.